Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Csirkehely, színezett plasztikák és számos üvegből készült használati tárgy adja az alapját annak a kiállításnak, ami május 19-én nyílt meg a Munkácsy Mihály Múzeumban. Herman Katalin Hévíz városából hozta magával 25 év munkájának egy szeletét. Az üvegművész neve ismerősen csenghet a Békés Csabaiak számára, hiszen ő volt a Csaba Park kiállításának látványtervezője. A bizonyos csirkehely, ami egészen pontosan egy csirkelábon álló kehely, de emellett a különlegesség mellett számos színes festékkel elegyített vázák és üvegből készült formák sorakoznak a Munkácsy Mihály Múzeum téglatermében. Herman Katalin az üveg felületét egyfajta festővászonnak tekinti, erre készíti el a különböző motívumokat. Az üveg színezése az egy külön világ, tehát hogy ott bizonyos fokú, tehát ez az egész hutai üveg munka, ez egy elég nagy mesterségbeli tudást igényel. Azt, hogy az üveget tudja az ember színezni, ez még egy ilyen további blikkfang az egészben, mert hogy pontosan kell ismerni a színezőanyagok tulajdonságait, mert hogyha olyan színeket keverek össze, akkor az adott tárgy az mondjuk szétrobban, tehát hogy ezért különlegesek a színes üvegek tulajdonképpen. A művésztől nem áll messze ez az anyag, hiszen édesapja üvegcsiszolómester volt, így már egészen kiskorában megtanulta az üvegkészítés varázslatát. Herman Katalin, bár Hévízen alkot, neve ismerősen csenghet a Békés Csabaiak számára. Bár első megbízatását nem üvegművészi minőségében nyert el, ugyanis ő volt a Csaba Park kiállításának látványtervezője, úgyhogy ő tulajdonképpen egészen jól ismeri, egészen alaposan megismerte a Békés Csabaiakat és Békés Csaba történetét is. És tulajdonképpen innen az ismerettség, és így került ő ide. A nem mindennapi kiállítás június 12-éig látogatható a Munkácsy Mihály Múzeum téglatermében. Híreinket és műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!